Maria Callas. Már a neve is a magasztos opera, a nyers érzelem és a páratlan hangbeli kiválóság képzetét idézi fel. Egy név, amely azonnal felidézi a zene világának legnagyobb pillanatait. New Yorkban született, de a háború utáni Olaszország olvasztó tégelyében kovácsolódott, ahol a kultúra és a művészetek virágoztak. Callas túlszárnyalta az opera világát, globális ikonná vált. Nem csak a színpadon, hanem azon kívül is hatalmas hatást gyakorolt. Hangja, amely lenyűgöző hangterjedelemmel és erővel bírt, egyik pillanatban könnyekre fakasztotta a közönséget, a másikban pedig erejével felvillanyozta őket. Minden előadása egy érzelmi utazás volt. De Callas több volt, mint egy figyelemre méltó hang. Ő egy igazi művész volt, aki minden szerepét teljes szívvel és lélekkel játszotta. Kiváló művész volt, aki páratlan drámai intenzitást hozott minden szerepébe. Minden karaktere életre kelt a színpadon. Élte és lehelte a karaktereit, örömeiket, bánataikat és diadalaikat olyan realizmussal jelenítette meg, amelyet ritkán látni az opera színpadon. Ez tette őt egyedivé. A vokális képességek és a drámai zsenialitás ezen ötvözete tette őt, az isteni asszonnyá. Egy igazi legenda, akit soha nem felejtünk el. Callas élettörténete a diadal és a tragédia története volt. Egy nő, aki mindent elért, de sokat is vesztett. A nehéz gyermekkortól a felfelé ívelő hírnévig minden lépése egy újabb fejezet volt a történetében. Viharos magánéletéig és korai haláláig minden pillanat egy újabb réteg volt az ő legendájában. Callas története ma is lenyűgözi és inspirálja az embereket. Az ő öröksége tovább él a mai napig. Az opera világára gyakorolt hatása tagadhatatlan. Örökre megváltoztatta azt, ahogyan a művészeti ágak közül a legigényesebbet és legnagyobb jutalommal járót megtapasztaljuk. Az ő hatása mindenhol érezhető. Ez az esszé Maria Callas életét és örökségét vizsgálja, elmélyülve a karrierjét meghatározó kulcsfontosságú pillanatokban és azokban az egyedi tulajdonságokban, amelyek opera legendává tették. Egy utazás a múltba, hogy megértsük, mi tette őt naggyá. A korai küzdelmektől a végső diadalokig feltárjuk a mítosz mögött rejlő nőt, ünnepelve művészetének maradandó erejét. Egy örökség, amely soha nem halványul el. Maria Callas útja az opera nagyság felé messze Milánó és New York csillogó színpadjaitól indult. 1923-ban született görög bevándorló szülők gyermekeként New Yorkban. A város, amely soha nem alszik, már akkor is a lehetőségek és a kihívások városa volt. Gyermekkorát a szegénység, a családi feszültség és az elfogadás iránti mély vágy jellemezte. A mindennapok küzdelmei és a családi konfliktusok mély nyomot hagytak benne. A zene jelentette számára a menedéket. A dallamok és harmóniák világában talált vigaszt és reményt. Erőteljes hangja, amely már fiatalon megmutatkozott, menekülést kínált a mindennapi élet zord valósága elől. A zene iránti szenvedélye és tehetsége már ekkor is nyilvánvaló volt. 13 éves korában Callas és édesanyja visszatért hazájába, Görögországba, jobb lehetőségeket és esélyt keresve a lányban rejlő tehetség ápolására. Az új környezet új reményeket és kihívásokat hozott. A tekintélyes athéni konzervatóriumba iratkozva, Callas találkozott a félelmetes Elvira de Hidalgóval, egy neves spanyol szopránnal,
aki felismerte a fiatal énekesnő nyers tehetségét. Ez a találkozás sorsfordító volt számára. Elvira de Hidalgo szigorú gyámsága alatt Callas csiszolta technikáját, bővítette hangterjedelmét, és elsajátította azt a bel canto stílust, amely később védjegyévé vált. A mentor és tanítvány közötti kapcsolat mély és tartós volt. Hidalgo irányítása alatt Callas nem csak technikai tudását fejlesztette, hanem művészi kifejező készségét is. A kemény munka és az elkötelezettség meghozta gyümölcsét. Az élet a II. Világháború idején Görögországban nehézségekkel volt tele. A háború borzalmai és a mindennapi küzdelmek mély nyomot hagytak az emberek életében. Szalas szegénységet, a háború megpróbáltatásait és egy széthullott család érzelmi zűrzavarát élte át. Ezek az élmények formálták személyiségét és művészi kifejező készségét. Ezek a korai megpróbáltatások, bár kétségtelenül nehezek voltak, olyan ellenálló képességet és eltökéltséget plántáltak belé, amelyek jó szolgálatot tettek az opera verseny világában. A nehézségek ellenére Callas soha nem adta fel álmait. Kizárólag tehetségének és rendíthetetlen elhivatottságának köszönhetően Callas elkezdett nevet szerezni magának a görög operaházakban. Előadásai egyre nagyobb elismerést váltottak ki. Előadásai, amelyeket a hang erejének és az érzelmi mélységnek a ritka kombinációja jellemzett, a közönséget és a kritikusokat egyaránt lenyűgözték. A színpadon való jelenléte és kifejező készsége egyedülálló volt. Azonban az a végzetes döntése, hogy visszatér Amerikába, indította előtt igazán a nemzetközi sztárság felé vezető úton. Ez a lépés megnyitotta előtte a világ legnagyobb operaházainak kapuit. 1905-ben Maria Callas visszatért az Egyesült Államokba, hogy meghódítsa azt az opera színpadot, amely gyermekként elkerülte. Az amerikai álom, amelyet egykor elérhetetlennek hitt, most újra előtte állt, és készen állt arra, hogy megragadja a lehetőséget. Félelmetes tehetségével és a szigorú képzés évei alatt szerzett tudásával felvértezve készen állt a sikerre. Hangja, amelyet sokan a legnagyobbak közé soroltak, most arra várt, hogy meghódítsa az amerikai közönséget. Az amerikai operavilággal való első találkozásai azonban kiábrándítónak bizonyultak. A színpadok, amelyekről álmodott, nem fogadták tárt karokkal, és a közönség sem volt olyan lelkes, mint remélte. Nyilvánvaló tehetsége ellenére elutasítással és közönnyel találkozott, európai képzése és szokatlan szépsége nem tettek mély benyomást a New York-i opera jelenet kapuőreire. Az amerikai operavilág konzervatívabb volt, mint gondolta, és nem volt könnyű áttörni a falakat. Ebben a bizonytalanság időszakában kapott Callas egy sorsdöntő ajánlatot a Metropolitan Operától. Ez az ajánlat egy lehetőséget kínált arra, hogy bebizonyítsa, mire képes, és hogy végre elismerjék tehetségét. A szerződés, bár ígéretes debütálást kínált a világ legnagyobb presztízsű opera színpadán, korlátozott repertoár és nem túl kecsegtető fizetést ajánlott. Ez a szerződés nem tükrözte Callas valódi értékét és potenciáját. Egy fiatal, bizonyítani vágyó énekesnő számára csábító lehetőség volt. Azonban Callas nem csak a hírnévre vágyott, hanem arra is, hogy művészi szabadságát megőrizze. Mégis Callas, aki érezte valódi értékét, és nem volt hajlandó kompromisszumot kötni művészi elképzeléseiben,
olyan döntést hozott, amely meghatározta karrierjét. Tudta, hogy ha most enged, akkor később is elvárják tőle a kompromisszumokat. Egy drámai gesztussal, amely legendássá vált, Callas a megdöbbent operarendező szeme láttára elszakította a Met szerződését. Ez a pillanat nem csak a karrierjét, hanem az egész operavilágot is megrázta. Ez a dac merész megnyilvánulása volt, az alulértékeltség és a beskatujázás visszautasítása. Callas ezzel a gesztussal azt üzenete, hogy nem hajlandó alávetni magát a korlátoknak. Callas tudta, hogy tehetsége nagyobb színpadot érdemel, olyat, amely szabadságot ad neki képességeinek teljes skálájának kibontakoztatására. Egy olyan színpadot, ahol nem csak egy szerepbe szorítják be, hanem ahol valóban megmutathatja, mire képes. Ez a lázadó cselekedet, bár egyeseket megdöbbentett, végül is Maria Callas karrierjének egyik kulcsfontosságú pillanata lett. Ez a döntés megmutatta, hogy Callas nem csak egy tehetséges énekesnő, hanem egy igazi művész is, aki nem hajlandó kompromisszumot kötni. Megmutatta rendíthetetlen hitét saját tehetségében, és azt, hogy nem hajlandó kompromisszumot kötni művészi tisztessége terén a gyorsaság kedvéért. Callas ezzel a gesztussal újraírta az operajátszás szabályait. Egyben egy újfajta operasztár érkezését is jelezte, aki átírja a szabályokat, és újraértelmezi az operajátszás mibenlétét. Callas ezzel a döntésével nem csak saját karrierjét, hanem az egész operavilágot is megváltoztatta.